Köszöntöm nézőket, dr. Dobros István ügyvéd úrral beszélgettünk, hiszen befejeződött a Kommediátor károsultaknak szervezett tájékoztató. Rengeteg kérdést tettek fel az érintettek. Mi az, amit most el tudna mondani, mi az a legfontosabb, amit a károsultaknak most be kell tartani, vagy meg kell lépniük? Van most egy viszonylag szigorú határidő, ez a bizonyos 2016 május vége, tehát május 31. Igazából június 1, én azt mondom, hogy senki ne várjon olyan sokáig. Jelentse be mindenki a hitelező igényet mindenféle bejelentési díjnak a megfizetése nélkül, mert az, hogy az igényét bejelenti, ez miután nem kerül pénzbe, egy lehetőséget ad arra, hogy valamikor kapjon egy igazolást, hogy mennyi lesz a megtérülés ebből az egészből, vagy éppen semmi sem. Ennek a dokumentumnak a megléte alapozhatja meg azt, hogyha valaki később bárkivel szemben szeretne kártérítésigényt bejelenteni, és bármiféle pereseres megkezdeni, ahhoz kell az a dokumentum, hogy ő megpróbálta a törlési, vagy később a felszámolási eresben az igényét érvényesíteni, és az nem sikerült megfelelő felszámolás alatt lévő cég vagyon hiányában. A mai nap az ügyészség kiadott egy sajtóközleményt, hogy zároltak bizonyos vagyont, ez 181 millió, ha jól emlékszem. Ez mire lesz elegendő, és ebből kaphatnak-e a károsultak? Azt még nem tudjuk, hogy a 181 millióból mennyi cég vagyon, és mennyi a magánszemélyek vagyona. A cég vagyon az, ami a hitelező kirekítését szolgálhatja a felszámolási eljárásban. Az, hogy ez mikor és milyen módon, az attól függ, hogy hányan jelentenek be hitelezőigényt, mennyi dolgozója volt a cégnek, akiknek nemig a béreivel elmaradtak, végkielégítésekkel, stb. Mennyi lesz a felszámolás költsége, ugyanis a felszámolás költségei levonásra kerülnek abból a vagyomból, vagy vagyon értékesről származó bevételből, amit a felszámoló majd tud majd érvényesíteni, és a fennmaradó összeget lehet majd a hitelezőigény arányába szétosztani. Az, hogy ez milyen mértékű, ezt még nem tudjuk. A másik vagyonelem, ami a magánszemélyek vagyona, az attól függ, hogy a büntető eljárás milyen eredménnyel zárul. Ha a büntető eljárás során megállapítják valakinek a büntetőjogi felelősségét, és az ő vagyona volt zárolva, akkor az kielégítés alapot szolgálhat a büntetőjogi kártérítésnek a kielégítéseként, de ez még egy hosszú történet. Itt említette egy félmondata a dolgozókat, ők akkor a sorban előbb állnak, mint a hitelezők, hogyha végül is lesz valamiből kifizethető összeg. Ők is mindenképpen jelentsék be a hitelezőigényüket, mert a hitelezőigényeket be kell jelenteni a dolgozóknak is, ha ezt nem teszik meg, az egy jogvesztő történet. És miután látszik, hogy azért valamennyi vagyon van a cégben, valószínűleg a dolgozók munkabérére, költségére, végkielégítésére a forrás meg lesz. Itt két dolog elhangzott, még beszéljünk egy picit a próbaperről, hiszen ön felvetette, hogy meggondolandó egy kisebb összegű próbapert elindítani. Picit röviden próbáljuk összefoglalni ennek a lényegét. Itt azt kell tisztáznunk, hogy van-e felelőssége valakinek abban, hogy ez 10 éven keresztül tudott működni. Amit eddig az ügyfelektől kaptam információt, abból felmerül az állam felelőssége, esetleg bank vagy bankok felelőssége. Az állam felelőssége abban nyilvánulhat meg, hogy ez éveken keresztül gyakorlatilag tudott háborítatlanul működni, és engedték ezt, hogy ez kellőképpen ki is szélesedve, most már a főügyész úrnak a tájékoztatása egy 10 milliárd forintos kárt jelentett, ami úgy gondolom, hogy még több lesz, hogyha minden hitelezőigény végül is bejelentésre kerül. Azt, hogy ebben milyen mérték az állami felelősség, a bíróságnak kell eldönteni. Miután egy ilyen pernek óriási kockázatai vannak, mi azt szoktuk mondani a költségkockázatoknak a csökkentése érdekében, hogy ilyen pert olyan személyek indítsanak meg, ha akarnak, akiknek kis összegű a követelése, mert a kis összegű követelésnek kisebb a perköltség kockázata. 3-4-5 ilyen per, amit lehet nevezni próbapernek, valamilyen eredményt fog majd hozni. Ha ellentétesek ezek az ítéletek egymással, akkor a kúria hozhat egy jogegységi döntést, és abból kiderül, hogy van-e felelősség, vagy nincsen. Amennyiben nincsen felelőssége senkinek a magyar bírósági ítéletek szerint, akkor még van lehetőség Strasbourghoz, vagy a Magyar Alkotmánybírósághoz fordulni. Az is egy kérdés, hogy ők hogyan ítélik meg ezt, hogy van-e valakinek felelőssége, vagy nincs. A bankok felelőssége vonatkozásában azoknak van bármiféle lehetősége, akik a pénzeket a bankon keresztül jutották el a Kommediátorhoz, és onnan ezeket a pénzeket kifizették valahova. Én úgy gondolom, hogy a banki felelősség abban lehet, hogy a pénzmosási törvény szerint a pénzmosás utaló
pénzmozgásokat kellett volna jelenteni. Egy utazási irodánál úgy gondoljuk, hogy óriási felelőtlenség volt elengedni esetleg 100 milliós nagyságrendű utalásokat úgy, hogy ezt nem nézték meg, hogy ez mi is, hiszen utazási iroda tevékenységnél ilyen összegű pénzmozgások teljesen indokolatlanok. Ezt sem tudom megmondani ma még, hiszen nem is van annyira a dolgokat. A nyomozás lezárás után talán több információt fogunk tudni, hogy ez valóban elérheti olyan mértéket, hogy ez bárkinek, aki bankon keresztül adta be a pénzét, kártérítési lehetőséget jelentsen egy bank irányába. Jól értettem, hogy amíg a nyomozásban nem fejeződik, tehát amit az Pol Péter mondott, hogy az december vége, addig igazándiból kártérítési pereket meg semmit nem is nagyon tudnak indítani? Lehet indítani abban az esetben, hogyha a felszámolás vagy a törlési eljárás olyan szintre kerül, hogy megkapják az igazolásokat ezek a személyek, hogy ebből az egészből megtérülés nem várható. Akkor már a kár bekövetkezik, ezt ugye ma is tudjuk, hogy nagy valószínűséggel a károk azok nagy mértékűek lesznek, hiszen a kilegítés az legfeljebb néhány százalékos lehet a mostani vagyon ismeretében. Tehát úgy gondolom, amikor a kár realizálódik, akkor lehet kártérítési pert indítani, de ismétlem, ezt akkor szabad csak megindítani, hogyha valóban minden olyan információ a rendelkezésünkre áll, ami megalapozhatja bárkinek is ebben az ügyben a kártérítési felelősségét. Akkor tulajdonképpen most egy kicsit még meg kell nyugtatni a károsultakat, hogy várjanak, hiszen egyelőre nem tudnak lépni, tehát itt elhangzottak különböző ötletek, javaslatok, hogy esetleg megkerülve a magyar állami jogrendszert már eleve az emberi jogokhoz fordulnának, de itt ön óva intette őket ettől. Én annyit mondtam, hogy most van egy feladat, hogy jelentsék be a hitelező igényüket, jelentsék be a rendőrségnek, ha még nem jelentették be, jelentsék be a törlési eljárásban. Ez egy olyan feladat, amit most teljesíteni kell. A mostani tájékoztatónak egyébként ez volt a fő célja. Itt valóban felmerült a közönség részéről, hogy elindítsanak egy úgynevezett emberi jogi jellegű jogsérelmi eljárást Strasbourgnál. Én azt mondom, hogy ha van ilyen információ már most, hogy valakinek a nyomozás során, vagy bármilyen más eljárásra, ami ezzel összefügg, valami jogsérelme volt, ezt meg lehet próbálni. Ez erősítette ezt a folyamatot. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!